és továbbjutó. Ellenkező esetben, ha az oroszok nyernek, akkor biztos, hogy a Rostov lesz a csoport első ebben a hatosban. Ime az orosz együttes kerete, régió ismerősök, és tulajdonképpen akire mindenképpen előjáróban muszáj felhívni a figyelmet, az Katrine Lunde, illetőleg a csapat gólgyárosa Jekaterina Ilina. Őket valahogy muszáj lenne kiiktatni a játékból, már amennyire lehet. Tóth Tímával nézzük majd a meccset. Szia! Szia! Jó napot kívánok én is a nézőknek. Igen, hát egyértelműen kulcskérdés lesz, hogy Katrine Lunde mennyi borsot tör az orrunk alá a kapuba. Ugye, aki a kintő mérkőzést látták, gondolom nagyon sokan látták. Egyértelműen ő volt az, akit nem tudtunk úgymond, nem tudtuk bevenni a hálót, mert hogy gondot okozott számunkra. Himnusz, aztán minden további majd. Megtelt a Szimacsarnak. Nagyszerű a hangulat, és reménykedhetünk abban, hogy a mérkőzés is úgy alakul majd, hogy ez a hangulat ez még tovább fokozódjon. Említetted a kinti mérkőzést, amit 23-21-re nyert meg a Rostovdon, úgyhogy végig az oroszok vezettek, 13-11 volt a félidő, 4 gól volt a legnagyobb különbség a két csapat között a 60 perc során. Viszont a Ferencváros nagyon sok esélyét elpackázta azon a meccsen, hogy más nem mondjak, 21-20-as orosz vezetésnél például 3 támadást is vezethettek a zöld-fehérek, de mind a 3 sikertelenül zárult, nem sikerült az egyenlítés, és így lett aztán 23-21, ugye az volt a Fradi első veresége ebben a BL szezonban. Igen, és hát tényleg, ahogy már utaltam is rá, egyértelműen az volt, hogy Katrine Lundétől úgy tűnt nekünk kívülről, hogy egy kicsit tartanak azért a játékos, sok jól ismerjük őt, és nem az volt, hogy folyamatosan nagyokat védett volna, és bravúrokat hajtott volna végre, hanem inkább az volt, hogy eltaláltuk, sorra eltaláltuk. Gyászszünettel kezdődik majd a mérkőzés. Rudas Ferenc 94 esztendős korában hunyt el, a Ferencváros örökös bajnoka. A 7 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros színeiben Rudas Ferenc, és 23-szor játszott a magyar válogatottban. Nézzük akkor az első támadást, zöld mezben természetesen a Ferencváros, és eléggé meghatározhatatlan színű mezben a Rostov Don, de hát azért meg fogjuk különböztetni őket. Ez egészen biztos, Zácsik teszi a labdát Szucsánszkinak, Szikora kezd a ferencvárosi kapuban. Pena a jobb átlövő pozícióban, ő kapta a labdát Zácsiktól. Pena az előző 2 mérkőzésen egyaránt 9-9 gólt szerzett, ez pedig egy nagyszerű csel, Zácsik lövi az első gólt. Azt gondolom, hogy fontos lesz a mai meccsen, hogy mi uraljuk a játékot. Nagyon remélem, hogy a múlt hétvégét azt már a csapat elfelejtette, mert azt gondolom, hogy ott a védekezés sem volt túl acilos, kapus teljesítmény sem volt, hogy nagyon bízom benne, hogy ez egy más mérkőzés lesz, és folyamatosan jó képet fog mutatni a Ferencváros. Szény Ilinának. Szeny ugrik föl, de nem tudta ellőni. Manaharová jobb szélen az oroszoknál, Szenya jobb átlövő, Petrová beálló, Ilina irányít, Bobrovnyikova és Borschenko még. Ez az alapfelállása a Rostov Don csapatának. Szucsánszki nem nagyon ment neki a játék a kinti mérkőzésen, Sacl találja el a kapufát. Rengeteg kapufát lőtt a Ferencváros az oroszországi találkozón. Abba belefújnak, Slivinskaya próbált meg gyorsan gólt lőni. Szekeres be tudott menni védekezésben. Mészáros viszont lentül. Pena fönt maradt, úgyhogy most egy kicsit ilyen kijött zavarót védekezni inkább.
Ilina. Szeny és Szucsánszki akadt össze. Két horvát játékvezető, Dalibor Jurinović és Marko Brvica fújja a sípot. Nem fontos lesz Szucsánszkinak is, hogy megérezze tényleg, hogy a Szennyel szemben hogy kell védekezni. Szikora mutat be egy elképesztően nagy bravúrt Manárova lövése után. És Szikorának is jót tesz, hogyha ilyen bravúrokat tud bemutatni, akkor tudja igazán spanolni saját magát, azt gondolom, és segíteni ezáltal a védekezést is. Nagyon sok minden hibázott az előző mérkőzésen Nagybányán, így a csapat védekezése, és ennek megfelelően a kapus teljesítmény sem volt az igazi. Ott is Szikora kezdett, de már az első félidőben jött Tomášević, aztán a második félidőre visszaállt Szikora. Igen, sajnos meghatározó volt, hogy nagyon feltolt védekezést láthattunk a Fraditól, és az látszik, hogy az ellenfelek is azért már készülnek a csapatból, tehát egyértelműen az volt az ellenfél taktikája, hogy a feltolt kettesek mögé helyezkedtek a beállók, és ezáltal teljesen szétszették a védekezést. Azt láttam, hogy egy kicsit zártabb most a védekezésünk. Bobrovnyikova, 2-0-ás ferencvárosi vezetés Kovacsics gólja után. Lejátszott eddig 4 találkozót hazai pályán a Ferencváros ebben a BL kiírásban. 12-vel verte a Podravkát, 4-gyel a Thüringert, 13-mal a Flörit, és 3-mal a Larvikot már a középdöntőben. Ilina előtte talpról, Szikora és a kapufa. Zácsi. És ami egészen elképesztő, hogy ezen a 4 hazai mérkőzésen 240 perc alatt mindössze 2-szer volt hátrányban a Ferencváros. Eltalálta Kovacsics is a kapufát. Igen, egyelőre sok a kapufa, de a helyzeteink megvannak, úgyhogy reméljük, hogy ezek góra is váltódnak majd. Borcsenko befut a balszéről. Elek Gábor adott és kapott pacsit Kovacsicstól. Ilina Szeny. Thüringer vezetett itt 3-2-re, a Ferencváros ellen és a Larvik 2-1-re. Egyébként mind a 4 mérkőzésen végig a Fradinál volt a vezetés. És nyilván a jó kezdés most is nagyon-nagyon fontos lehet. Igen, az azért érződik a csapat, hogy hazai pályán jó közönség mellett szeretnek játszani a lányok, és azt gondolom, hogy a közönség ereje az elég sokat tud segíteni. 7-es lett sajnos, belül volt Csacelnadén. Az első büntető, természetesen Ilina megy majd. Az előző fordulóban 30-24-re verte meg a Rostova Thüringert hazai pályán. Ilina mind a 8 hetesét belőtte. Most Szikora vele szemben, és Ilina ezt is bevarja. A leggólerősebb Rostov Don játékos a BL szezonban. Egyébként Ilinának ez az első idénye a legrangosabb európai sorozatban. Ez volt az 55. gólja, összesen 5 olyan mérkőzése volt, amelyen legalább 7 gólt, vagy annál többet szerzett. Szucsánszki. Igen, nagyon jó játékos, és azt láthattuk az orosz válogatottban is, a VB alatt is nagyon jó teljesítmény nyújtott, úgyhogy egyértelműen meghatározója a csapatnak. Szamoránszki, Pena. Penának volt egy bokasérülése a héten, nem is játszott a Siófok ellen a Magyar Kupában. Nem adják meg a gólt. Stivinskaya kap sárgalapot. És 7 méteres kell lőni a gólért. Természetesen szekercés megy. Egy héttel ezelőtt Nagybányán kimaradt az első 2 ferencvárosi hetes. Előbb szekercés, aztán Pena is rontott egyet. Lunde táncol. Szekercés, belövi. Mégiscsak megvan a harmadik gól, még ha egy picivel többet is kellett rá várni. Ilina, Szeny. Bobrovnyikova. Manakarová, korábbi ukrán válogatott játékos. Az sajnos befért oda a bal alsóba, Bobrovnyikova lőtte. Igen, egy kicsit a Zácsik Szandra behátrált a lövő játékossal szembe. Ezt azért nem lehet megengedni, azért itt nagyon jó játékosokról beszélünk. Magasak, magasan engedik el a labdát, tehát azért nem szabad 7 méteren bevárni őket, vagy 6 méteren, hanem feljebb kell helyezkedni velük szembe. Csánszki.
Penale a szélre, szép, Schatzl. Négy-kettő, az pedig egy támadó szabálytalanság, Manárová követte el. Visszafújják, azonban nem lehetett gyorsan indítani, de így is jó, 7. perc, 2 gól ide. 26-22-re nyerte meg a Magyar Kupa negyed döntőjét a Ferencváros Siófokon a hét közben, Pena nélkül. Kovacsic, Szekercés és Szucsánszki is 6-6 gólt szerzett. Rostov-Don bajnokit játszott a moszkvai Lucs ellen. 41-13-ra nyertek 22-5-ös félidő után. Sárgalapos figyelmeztetés Bobrovnyikovának. Mindent elmond arról a mérkőzésről, hogy Sedojkina 71%-kal, Mehdijeva meg 64%-kal védett. Annyira volt komoly az ellenfél. Pena túljutott Slivinskáján, igen, nagyon, szabad dobás. Nagyon szép lett volna a passz háttal Pirinek, de sajnos elment a labda, de faltot fújta. Ez meg egy kicsit fölé ment Penától. Szeny lendületből. Belül volt Szucsánszki. Igen, sajnos belül sáncolt, azt fújják a bírók. És ez így megint 7 méteres. Ezúttal viszont Simkuté érkezik. Szikora visszalép. Sokon múlott. Igen. Beleért, megérezte a sarkot is, hogy hova fog jönni a lövés. Szikora remekül védett a kinti mérkőzésen. A Ferencváros támadó játéka volt, pontatlan. Visszatérve azért az jó látni, hogy a Penának nem olyan komoly az a bokasérülés, mert tudta vállalni a játékot. Azt gondolom, hogy azért az ő játéka mindenképpen meghatározó a Ferencvárosba. Ő volt az egyetlen ember múlt hétvégén is, aki jól teljesített, sajnos a többiek nem nőttek föl hozzá. Nagyon bízom benne, hogy ez a mai mérkőzés, ez azt fogja mutatni, hogy mindenki felné a feladathoz, és addig ezt is látjuk, hogy végigvezetjük a meccset. Remélem, hogy végig így lesz. Szucsánszki lövését sáncolták. Zácsik, újabb jó sánc. Lunde nézi, hogy lehet-e indítani. Manárová összeszedi. Nem adták meg. Szucsánszki. Igen, egyel több volt sajnos az a lépés. Viszont ott Petrova elveszíti. Szucsánszki. Azért apró jelek, hogy komoly a tét, és dolgozik a feszültség mind a két csapat játékosaiban. Szamoránszki. Pena. Szucsánszki, azt el fogják venni. Igen, sajnos az is belemenés volt. Szeny. Manárová nem kapkod. Cserélnek az oroszok, Slivinskaja le, Ilina be. Szeny. Obrovnyikova megy keresztbe. Sárga lap lesz Mészárosnak. Jogos ítélet. Ilina. Elindul Manárová jobb széről, Obrovnyikova túljutott Zácsikon. Petrová, 7-es. Mészáros ellen. Igen, ott már talán Reának be kellett volna Mónikának be kellett volna segíteni a szélről, nem csak nézni, hogy ne tudjon ott befordulni. Újra Simkuté. És azok után, hogy vezetett 2-0-ra és 4-2-re a Ferencváros, kiegyenlíthet a Rostov-Don. Szerencséje Szikorának egyelőre ezekkel. Igen, ebbe is beleért, és róla pattant be. Igen. A
9 mérkőzését megnyerte a Rostov a BL-ben, mind a 15-öt az orosz bajnokságban. Zácsi kapott egy komoly pofont. Szenyi a sárga. Lárvikot 6-tal, a Nagybányát 2-vel, a Krim együttesét 5-tel verték meg még az alapcsoportban idegenben. És a Flöri otthonából is 5 gólos győzelemmel távoztak az oroszok, viszont ott az első félidő után 3 gólos hátrányban voltak. Úgy tudtak fordítani. Pena, megint a sánc. Azt ott nem lesz könnyű átlőni. Nem, nagyon magas fala van az orosz csapatnak, és a belső 4 védő az nagyon magas, tehát átlövésből azért elég jól sáncolnak, és ezáltal nagyon jó támpontot adnak a kapusnak is, úgyhogy talán a közbelövésekkel, ütemtelen lövésekkel lehetne eredményesebbnek lenni. Bobrovnikova magyarázza Penának, hogy ez nem volt annyira súlyos, hogy nagyon az arcához kellett volna kapnia. Szucsánszki. Penazár. Zácsik lövését Lunde tenyereli ki. Továbbra is 4 lőtt gólod a mieink, ez pedig egy szép támadás után Petrová érvénytelen gólja. Nem volt jó a labda átvétel, és azzal aztán be is csaszogott. Pena! Szucsánszki, Zácsik, Pena, le a szélre, jó játék, Lunde. Kovacsic helyzetét védte. Igen, ez nagyon nagy szög volt. És egy kicsit, minthogyha fél magas lövés lett volna. És ugye az például nagyon szembetűnő volt az első mérkőzésen, és Elek Gábor is többször szóvá tette, hogy nem oda lőttek a ferencvárosi játékosok, ahova Lundénak lőni kell, illetve ahova az edzőjük azt hangsúlyozottan kérte. Igen, hát az volt a kérés, hogy ne alsókat lőjenek, és sajnos rendre az alsókat lőtték az első alkalmakkor, és ezáltal a Lunde hát mindig ott volt, ahova. Hát ő az egy nagyon jó kapus, aki azért felkészül a játékosokból, tehát a kedvenc sarkokat nagyon jól ismeri, hogy ki mit lő, úgyhogy itt az első pillanatban jó, ha az ember túljár az eszén, mert onnantól kezdve nem tud leváltani ő sem. Pena! Bobrovnikova követte el a lépéshibát, és aztán azért bosszankodtak a ferencvárosiak, mert hiába indult el, Schatzl nem kapta a labdát. De nem biztos, hogy Szekeres Klára rossz döntést hozott azzal, hogy nem indította el. Nagy gól, Zácsik! A második gólja! Bravo, ez egy nagyon szép átlövés gól volt. Ilyenből még sokat a mai meccsen. Volt ugye olyan mérkőzése a Flöri ellen Zácsiknak, amelyen 11 gólt szerzett. Pena és Szekercés mögött a Ferencváros harmadik leggólerősebb játékos a Zácsik a Bajnokok Ligájában. Azt gondolom, ő az a játékos, akinek jót tesz, hogyha az első lövése sikerült. A mai meccsen az első lövése sikerült. Én remélem, hogy bátran fog vállalkozni. Linával szemben nem volt túl nagy ellenállás sajnos. Ő is 2 gólos ezzel, 5-5. Schatzl. Zácsik megint, ugyanoda! Ho-ho! Próbálnak gyorsan válaszolni az oroszok. Simkuté, Szeny, ott nem volt helyen lőni. Ilina, Borsenko, ez jó védekezés most. Meg is tapsolja Elek Gábor a csapatot. Ilina. Szeny, az is belemenés. Zácsik. Volt a csere. Zácsik ugrik. Az induló ember pedig Manaharová. 6-6. Manaharová 4-et lőtt a kinti mérkőzésen a múlt héten a Thüringer ellen. 6-szor talált be. Ilina mögött
Neki van a második legtöbb gólja a BL-ben Rostoviak közül. Szucsánszki lövése tévesztett célt sajnos. Anárová. Oh, Szikora! Jól van. Nagyon fontos védés volt. Ez nagyon fontos volt, igen. Arra kell még figyelni a Ferencvárosnak, hogy azért nagyon jól rohan le az orosz csapat. És Manárová célen nagyon gólerős játékos, tehát rá figyelni kell. Sárga lapot kap Sacl. Ez pedig még Szamoránszki gólja. Igen, hát azt gondolom, hogy futnunk kell nekünk is. A lerohanásokból a Ferencváros is nagyon jól csinálja a lerohanásokat, tehát ott rendben eredményesnek lehet lenni. Davidenko van bent a jobb átlövő pozícióban. Szennyvergődését megelégelte Jan Leszli, úgy tűnik. Húha, Ilina. Igen, azt gondolom, Ilinával szemben is egy kicsit behátráltunk, és azért ő elég magas játékos, nagyon magasról engedi el a labdát, tehát ezt nem lehet vele szemben sem megengedni. Zácsik. Pena. Egy lövés a szokásosból. Pena egyelőre még gól nélkül. Simkutye. Sajnos bent van Slivinskaya lövi, és először a mérkőzésen vezet a Rostov Don. Most Zácsik lövésénél figyelt Lunde. Már számított rá. Így van, azért kettőt odalőtt a hosszúba, az várható, hogy a harmadikra már Lunde is oda fog lépni, tehát ilyenkor figyelni kell, mert azért ő leszokta ezek vált, lereagálja ezeket a lövéseket. Simkuté a bal átlövő, Ilina, beállóban pedig Stepanová, Davidenko, 7-9, lehet, hogy időkérés lesz. Így is van. Sőt, biztos. Igen. A 19. percben mínusz 2-nél. Gyerekek, borzasztó sok a szarul előtt labdánk. Lendület nélkül, és ilyen félmagasak, tehát azt védi, amit megbeszéltünk, és egyet megfogott az egyenesbe, és akkor mi van? Higadjunk már a védekezésbe, visszarendeződésben meg nincsen fal. Húzzák, és előbb-utóbb találnak benne helyzetet. Gyerünk egy kicsit pörgesből hátul, jó, a visszarendeződés gyorsabb, és faltoljunk bele! Ne tudják így gyorsan járatni a fal előtt a labdát, tehát se a felátvédekezésen, se a lerohanás végén, jó? Támadójátékban pedig többet kéne fölvállalni, elsősorban a kettesekből. Az 52-ek nincs értelme, de a 4 plusz meg a kettes kontra mehet a meréhez, jó? Ja. Gyerünk! Zácsik. Simkutye lépett egészen ki Szucsánszkira. Sacl, gól! A második gólja a Ferencváros bal szélsőjének. És ez ugye mindig jól jön, hogyha az időkérés után az első támadásból gól van. Így van, nagyon szép játék volt. Zácsik Szandra felismerte, hogy ki kell hagynia ott a kettes embert, és egyből szélre passzolt egy visszakontra játékból. Ez nagyon jó játék volt. Borsenko, Ilina. Davidenko. Borsenko futott be második beállónak.
Ilina, az most jó védőmunka, az Ácsik. Igen, ezt kérte Gábor is az időkérésnél, hogy fajtoljanak bele, tehát ne tudják járatni a labdát a fal előtt, hanem próbálják széttördelni a támadásaikat faltokkal. Simkuté, hát ez most nem sikerült. Nem, mert behátrált egyértelműen Szani, és így nem tud eredményes lenni a hatoson. Párhuzamosan a hatossal sajnos így megverik lábbal. Simkuté harmadik gólja. Akár csak Manaharova, ő is ukrán válogatott volt, de már orosz állampolgár. Ajjajjajjaj, Sztyepanova. Nagyon könnyedén elszórt labda volt. Manaharova, Simkuté. Kena lép föl Ilinára. Most ugye nem sikerült cserélni a labdavesztés után. Davidenko. Az jó. Sánc után Szikora. Tudunk-e futni belőle? Szucsánszki, ja. Hát ezekért a hibákért nagyon kár sajnos, mert ezek általában megbosszulják magukat. Szikora! Nem tudta Manaharova belőni az ígyszert. Szikora egyre jobb. Szucsánszki, hetes. És egy két perces kiállítás még Simkutének. Szucsánszki kapott egy gyomrost. Szerencsére ezt a bírók is látták. Itt lehet látni még egyszer. Szekercés már készülődik, és kapus serélnek az oroszok. A korábbi világbajnok Szetojkina érkezik. Szekerc és az elsőt belőtte Lundénak. Szedojkinának is belövi. Nyolc perc van még hátra az első fél időből. És először játszik ember hátrányban valamelyik csapat. Simkuté volt az első kiállítás. Borsenko a lyukas trikóban. Ilina, Davidenko, Manaharova, Borsenko. Szekeres fogta meg Ilinát. Borsenko lejön, Lunde visszaaraszol a kapuba. Ilina, Szikora! Igen, ez nagyon jó volt. Ilina erő szeretettel lövi ezt az alsó lövést, de Szikora mell is számított rá. Zácsik tovább, Sacl, hetes. Most állítják meg az órát. Lunde ezúttal marad. A szabálytalanságát láttuk még egyszer. Jan Leslit látjuk. Lunde marad a vonalon. Szekercés! 10-10! Szekercés a kinti mérkőzése mind a 4 hetesét belőtte. Nagybányán 5-ből 4-et. Visszajött Bobrovnyikova, hiszen Simkuté kiállított játékos. Labdaszerzés, Szucsánszki, üres a kapu! Már nem üres! Már van benne valami! Igen, hát ilyenkor mindig ugye, amikor egy lyukas trikós játékos feljön a pályára, akkor megvan annak a veszélye, hogy üres a kapu. És hát nem is értem ezt a taktikát, hogy miért a bal szélre rakják le a sarokba a lyukas trikós játékos, de hát ezt ők tudják. Így azt gondolom, sokkal könnyebb dolga van a védekezésnek, és még a kapus is üres. Kapu is üres. Illetve lehet, hogy ők sem tudják igazán, Leslie időt kért.
Igen, lehet. Medina, Nacho, Shane, Mana, Indina, only one chance. Okay, girls, we need to keep the ball going. When they go up deep, we need to keep the ball going. Because they do like this all the time. So keep the ball going, so the next player have a good situation. Okay, we play this one, Sandberger entering and pass the ball back. Maybe I can come here, if they are very offensive. Okay, but more discipline now. In the defense, we need to go together. 2-8-25, tacklings, because we can run with them. Okay, but we need to be more together. Yes, be cool now, girls, okay? Come on, három gólt lőtt zsinórban a Ferencváros 8-10-ről 11-10. Oké, támadó játékban legyen türelme, továbbra is legyen türelme. Meg lesznek a helyzetek, csak legyen türelme, és ne lassíts le. Jó, tehát az a fontos, addig, amíg nem kezded el, addig nem érdekes, hogy miért, de ha elkezded, ne az legyen, hogy három passz, amit elmondtam az öltözőbe is, jó? Gyerünk! Nagyon rossz passz Ilinától, Simkutya vetődik oda, Legábor borzasztó dühös. Lehet, hogy lesz egy figyelmeztetés, egyelőre úgy tűnik, hogy csak szóban. Kölcsönösen megveregették egymás vállát a horvát játékvezetővel. Igen, és hát ott Szanival valami történt. Igen. Remélem csak, hogy rosszul esett rá a csípőjét fájlalna. Igen, ott összeütközött az orosz játékos térdével talán. Igen, mintha a popójába kapott volna egy medvepuszit. Hornyák a pályán az Ácsik helyett. Az a Hornyák, aki nagyszerűen szállt be a kinti mérkőzésen, a 4 góljából 3-at az első fél időben lőtt. És nagy szerepe volt abban, hogy a Ferencváros -4-ről visszatornázta magát ott, még az első fél időben. 7-es. Kérdő tekintettel néztek a ferencvárosiak a játékvezetőre. Fogjuk hát rá. Kisodorta, igen, az Izzi a labdát, de már mintha kicsit belül állt volna. Ilina. Belőtte. Nyolcat lőtt a kinti mérkőzésen Ilina a Ferencvárosnak, ebből 3-at 7-esből. Pena. Mondják, természetesen támadásban is bent van. Szucsánszki. Pena. Jó! Az első gólja. Igen, nagyon jó, megjáratták a fal előtt a labdát, és ezáltal meg is volt a rész, hogy Pena ütemtelenül el tudta lőni. Hát ez lehet a, és ezt is kérte Gábor, hogy türelmesen járassák a fal előtt a labdát, és abból meg lesznek a helyzetek, meg is lett a helyzet. Megint Szény a jobb átlövő. Ilina. Szény. Pedig most úgy nézett ki, hogy szét tudják húzni a falat, így is megvan a helyzet. Manaharová. Nagyon jó kiszolgálást kapott sajnos. Kitűnő ritmusa volt ennek a támadásnak. Igen, úgy, ahogy a Fradi is szépen járatta a labdát, most el kell mondani az oroszokról is, hogy ők is nagyon szépen járatták, és nagyon nagy helyzetről tudott Manaharová lőni. Pena. Szamoránszki. Az alapvonali játékvezető nagyon erősen gondolkozott, hogy 7 méterest ítél. Sajnos kicsúszott a Pirinek a kezéből a labda, hogyha bent van, megvan talán a labda. Jobban akkor. Igen. Bezuhant Manaharová. Pena. Megint
a helycsere Szucsánszkival. Fornyák talpról, kimegy a sáncról, Simkutye kezéről még hozzá. Alig több mint 3 perc a félidőből, 12-12. Szucsánszki, így a jó, így a jó! Szamoránszki! Ennyi szerencsénk nekünk is lehet. Ilina. Csak sima szabad dobás. Simkutye. És nagyon fontos, hogy 2 gólos hátrányban nem roppant meg a Ferencváros. Ilina, kapufa. Szikora nézi, hogy lehet-e indítani. Szucsánszki. Fornyák. Sánc. Elég jól működik az orosz fal ezeknél az átlövéseknél. Igen, nagyon jó visszazártak, és ugye azt már beszéltük, hogy nagyon magas fal, úgyhogy a sánc tevékenységük az elég jó, úgyhogy ezeket a lövéseket azért olvassák. Ez így helyzet, Bená, az bizony! Nagyon szép helyzetfelismerés volt Szucsánszki Zitától, hogy látta, hogy igazából a szélsőbe védekezett teljesen a beállóval, és ezáltal vissza kontrapasszból a Benának nagyon nagy helye volt. És láthatjuk azt is, ellentétben Elek Gábor időkérése utáni fordulattal, amikor ugye a Ferencváros visszavette a vezetést, Jan Leszli időkérése egyelőre nagyon komoly változást nem hozott. Kiért mindent. Igen, mi nem nagyon tudjuk, hogy mi volt, de ők legalább tudják. Simkutye. Manaharova vissza. Hú, az nagyon szép gól, Ilina. És kiállítják Hornyákat 2 perce. Szóval ebből most duplán rosszul jöttünk ki. Igen. Sajnos lehetett látni, hogy mi következik, mert nagyon kiszögbe volt a szélső, tehát onnan esze ágában nem volt el lőni, és Ilina pedig valószínű, hogy ez egy begyakorolt figurájuk. Emberelőnyben, tehát az oroszok, és emberelőnyben Simkutye kilép Penára egy emberfogással. A félidő utolsó perce kezdődik. Zácsik visszajött, szóval nem komoly a baj, és ez nagyon jó hír, Szucsánszki. Schatzl. Előbb Slivinskaja, aztán Szeny lökött Szucsánszkin. Zácsik. Szucsánszki beviszi, 7-es. Szeny és Simkutye közé került be. Igen, nagyon szép volt. Úgy látszik azért, hogy egy-egy befutó azért nekik is zavart okoz, és azért megvannak a helyek a jó befejezésre. Megdieva a kapuban, a 3. orosz kapuvédő. Szekerc és neki ma még nem lőtt, most igen! És 20 másodpercük van az oroszoknak. Szeny. Ilina, Szeny, Manaharová. 10 másodperc. Az nem baj, hogyha nem végzik el gyorsan. Simkutye le tudta játszani még a szélre Abdjekovának. Ilina, vége, vége, vége. 15-13-ra vezet a félidőben a Ferencváros, tulajdonképpen egy mennyi 6-7 perces viszonylag gyengébb periódus leszámítva azért uralja
a mérkőzést. A Ferencváros ugye 10-8-nál volt egy picit ijesztő a helyzet, de aztán az az időkérés és a folytatás mindent rendbe tett. Igen, hát az fontos lesz, hogy tényleg végig koncentrált legyen a csapat. Ez nagyon jó, hogy most két góllal vezetnek, de azt kell, hogy a második fél időre is úgy jöjjenek ki, hogy a védekezés az megmaradjon ilyen agresszívnak, tehát ne hátráljanak be a lövőkkel szemben, hanem folyamatosan ütközzenek, ezáltal tördeljék a játékot, és így zavarba hozható a Rosztov egyértelműen, és az is fontos lesz, hogy támadásban is legyen türelmük végig kijátszatni. Egy-egy kontrajátékkal, egy-egy gyors labdajáratás után egy-egy kontrákkal azért fel lehet törni ezt az erős orosz falat, és azért eredményesen tudják befejezni a helyzeteiket. Azt gondolom, hogyha egy koncentrált 60 vagy 30 percet látunk a második félidőben is, akkor meg lehet ez a mérkőzés. Kedves, nézzük, a második félidő 9 perc, 2 másodperc múlva kezdődik, legkésőbb akkor újra jelentkezünk. ...15-13-ról folytatják, tehát kedves nézők, a csapatok. Két gólos ferencvárosi vezetés, Kovacsicot látjuk, de majd az oroszok kezdik a második 30 percet. Továbbra is Szikora a kapuban, előtte Kovacsic, Zácsik, Szekeres, Szucsánszki és Sacl, hiszen ne feledjük, 43 másodpercig még ember hátrányban az FTC Real Cargo Hungária. Még egy kis egyeztetés az asztalnál. Mielőtt elindulhat a második félidő, minden akadály elhárul. És akkor a Rostovdon kezdi a második félidőt. Lunden állok a kapuban. Borsenko, Bobrovnikova, Ilina, Slivinskaya, Szeny és Manaharová. Slivinskaya. Nagyon könnyen és nagyon gyorsan megtalálták a beállót. Hetes. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó helyezkedett a beálló, és zárta ki a Zácsik Szandrát, akinek hiába van nagyon hosszú keze, nem nagyon ért el a labdát. Tomásevics érkezik a kapuba. Ilina. Ilina úgy lövi ezeket a heteseket, mint hogy más egy pohár vizet megiszik. Igen, nagyon könnyedén lövi őket, de hát őnek is nagyon hosszú karja van, úgyhogy nagyon jó adottságai vannak a kézilabdához. Most egészülünk ki. Szamoránszki érkezett beállóba. Pena. Szucsánszki, az helyzet, gól! Szucsánszki második gólja. Nagyon jó volt az előkészítés. Igen, Penára nagyon figyeltek szerencsére, és így Zizinek viszont nagyon jó helye volt ott, Zicser tudott lőni kettesbe. Szeny. Kovacsic van kint Bobrovnikován. Manaharová, Szeny, elakad. ...8-10-es állás után 7-3-mal zárta le a Ferencváros az első félidőt. Bobrovniková. Igen, és talán ez tendencia lesz a második félidőben, ez a határozott kemény védekezés. Mivel kapcsolatban ugye azért voltak hiányosságok az első félidőben. Slivinskaya kiharcolt egy hetes, most meglőtt egy gólt. Igen, annak ellenére, hogy följövünk és ütközünk, azért az fontos lesz, hogy a beálló nem maradjon ilyen üresen, tehát őnek is kell, hogy legyen majd ember. De mindenképpen a kemény védekezésre szükség lesz egész 30 percen keresztül a második fél időben. Ön a lövései egyelőre nem sikerülnek igazán. Manaharová. Szeny. Előtte, köszönjük szépen! Könnyen elképzelhető, hogy Davidenko hamarosan újra játékra jelentkezhet majd. Bobrovnikova labdát szerez, Manaharová rohan, és kiegyenlít. 16-16. Szucsánszki.
Hornyák a jobb átlövő. Gól! Méghozzá nagyon fontos gól. Igen, egy nagyon szép gól volt, ugye ez. Bobrovnikova mellélő, és nem bántották. Nincs szabad dobás, bármennyire is szerették volna az oroszok. Igen, ez nekünk jó, ha ők hamar befejezik a támadásokat, és ráadásul nem góllal. Ez nekünk nagyon jó lesz. Viszont nekünk meg az kell, hogy türelmesen támadjunk, tényleg ne adjuk nekik labdákat, ne legyenek technikai hibák, mert azt könyörtelenül kihasználják. Pena. Hornyák. Gonde. Oshchenko nézte, hogy van-e valaki elől. Bobrovnikova, Slivinskaya, belemenés. Úgy van. Pena indít. Szamoránszki. Nagyon jól csinálta ezt, hogy megállt a lendülettel érkező játékos előtt, és így belemenést harcolt ki. Ötödik perc a második félidőben. És újra itt van egy labda, amivel lehet egy két gólos vezetést csiholni. Kovacic. Pena. Most indul Szamoránszki, és kapja is Penától! Micsoda játék! Igen, ez is egy gyönyörű előkészítés volt Penától. És ebből rendre eredményes Szamoránszki piroska. Manárová, Szeny. Irina nem tudta előni, Bobrovnikova, Borsenkónak csinálták meg szépen. Ami szép, az szép. Még akkor is, hogyha a rivális csinálja. Borsenko először talált a kapuba. Pena. Elek Gábor közben Szekeresnek és Mészárosnak magyaráz. Szucsánszki, Pena. Szény, az nagyon rossz passz. Szény velünk van. Igen, szerencsére. Sok a technikai hiba az oroszoknál is. Ugye, hogy az első fél időben 12 volt a Rosztovnak, nekünk 7. Az azért fontos, hogy többet hibázzanak, mint mi, és akkor abból rendre mi jöhetünk jól. Zácsik. Kapufa, de a kipattanó, Satsu, gól! Ezek az apró momentumok is nagyon kellenek. 19-17. Igen, és tartja az előnyét a Ferencváros. Nagyon jó lövés volt az Ácsiktól is. Tényleg a Lunda másik oldalra helyezkedett, és hát már kapufa lett, de szerencsére jó helyre pattant ki a labda Satsu kezébe. Bobrovnikova. Slivinskaya kéri. Manárová. Nincs passzív. Nincs. Ilina gól van. Nem is akármilyen. A 7. gólja. És túl a 60 gólon az idei BL sorozatban Jekatyerina Ilina. Borzasztó sok ez a 23 perc, ami még hátra van. Zácsik! És azért, ahogy eddig alakult a mérkőzés, Szamoránszki szép! Megint egy Pena gólpassz! Szóval nagyon úgy néz ki, hogy egészen a végéig nem lesz olyan szakasz, amikor hátra dőlhetünk majd. Ilina lendületből 7-est adnak. Igen, sajnos belül volt a védekezés, úgyhogy jogos a 7 méteres. Hát igen, hátradőlni nem tudunk ezen a meccsen, az biztos. Tehát éles lesz folyamatosan, tényleg koncentráltnak kell lenni, mert ahogy egyet hibázunk, azt a Rosztov kegyetlenül kihasználja. És szerencsére addig ez volt a tendencia, hogyha viszont ők hibáznak, mi is kihasználjuk. És én bízom benne, hogy ez a két gól ez megmarad a végéig. Simkutye. Váltogatják, hogy kilövi a 7-est.
De hát nem tudnak hibázni. 3-ból 3-at lőtt Simkuté, 3-ból 3-at Ilina. Pena. Zácsik. Szamoránszky próbál helyezkedni. Zácsikot rántják vissza, 2 perc. Így van. Slivinskaya. Egyébként nagyon sportszerű a mérkőzés. Ez mindössze a 3. kiállítás. A kinti találkozóra ugyanez volt a jellemző, ott 1 kiállítás volt a ferencvárosi oldalon, meg 3 az oroszoknál, mind a 3 Petrováé volt. Igen, azért arról kevesebbet beszélünk, de Szamoránszky Piroskának nagyon nagy szerepe van azért itt ezekben a... Satsu! Nagyon szép befejezés volt, de nagyon nagy szerepe van abban, hogy ezeket a erős fizikumú védőket mozgassa a háttérben, sokat mozogjon beállóba, és ugye rendre le tud helyezkedni üresen is, amit Pena nagyon jól vesz észre, és rendre ezáltal, hogy elviszi az embereket, helyet tud a társaknak is teremteni. Beakadt a lába Manaharovába. Satsl Nadinnak, és ezért nem tudta igazán előkészíteni a talajfogást. Igen, de nincs vész. Szerencsére rendben van. Kapust cserélnek az oroszok, Sedojkina érkezik a 2. félidő 9. percében. És úgy áll 21-19-re a mérkőzés, hogy az eddig eltelt majdnem 42-nél nagyobb távolság nem volt. Se ide, se oda. Ilina. Dobrovnikova. Megvan a labda. Satsl 3-2 ellen. Oh! Hú, most lehetett volna 3 pedig. Így van, nagyon szépen védekezték ki, nagyon szép volt a labdaszerzés, viszont egy nagyon rossz passz érkezett. Az elgondolás az nagyon jó volt, Memoni ott volt üresen, csak hát azt nem kalkulálta bele a Nadin, hogy ő halad előre, és nagyon mögé ment a passz. Befut Manaharová a jobb szélről, Bobrovnikova. Szekeressel kerültek együtt a földre. 45 másodperc még a kiállításból. Ilina, Sánc és Szikora. Nem szabad kapkodni. Itt van az újabb esély a 3 gólos vezetésre. És azért egy ilyen mérkőzésen az már előny. Így van. És ez nagyon fontos is, hogy fölálljunk és elindítsuk a figurát, az emberelőnyös figurát, és azt végig kijátszva eredményesen fejezzük be. Mint így. Zácsik! Jó! Jó! A 4. gólja. Hát én pont ezt kértem, hogy így fejezzék be. Mondd, mi a következő kívánságod? Hát, hogy védekezzük ki. Hát... Az időkérés után ez is megtörténhet. Igen. And over for the wing, now it's Anna, the goalkeeper. Okay? And don't focus too much on fast middle now. We need the tacklings, okay? So we are 2-1. Not 1-2 now. Okay? Yes, we play this combination. Okay? This one. Okay? Yes, girls. Long way home. Fight! Állj meg neki! Kész föl, láb le! Jó, picit megmozdulj! Oké? Okay? Jó, nem érdekes! Jó, gyerekek, most van az a pillanat, hogy nagyon fontos! Nagyon-nagyon fontos, hogy most megkapják gólt! Jó? Gyerünk! Ilina! Simkuté! Most is el tudtunk volna képzelni, Davidenko van a pályán! Simkuté!
22-20. Kutya ötöt lőtt. Az eddigi leggólgazdagabb mérkőzés egy Flöri elleni találkozó volt. Hattal kapus cserél a Ferencváros. Tomášević érkezik Sikora helyett. Pena. Szamoránszky ki tudta játszani még. Szedojkinek kivédi Kovacsics labdáját. Davidenkot tehát a jobb átlövő, Ilina irányít továbbra is, Simkute a bal átlövő poszton. Manaharová viszi be. Fú, ez gyorsan 22-21 lett. Hát igen. Mint ahogy mondtuk is már, minden pillanatnak, minden gólnak jelentősége van, és hát pillanatok alatt ki tud akár a Rostov egyenlíteni, tehát ezért fontos, hogy koncentrált legyen a csapat, és türelmesen játszon, és ilyen gólokat lőjön, mint Pena. 23-21. 8 lövésből a negyedik gólja Penának. Davidenko. Én érzem úgy, hogy csiga lassúsággal mennek a másodpercek. Manaharová. Simkutyé. Azt is nagyon bevágta. És azért az most megint azt az időszakot idézi az első fél időből, amikor nagyon passzív volt a Ferencváros védekezése. Így van. Faltok és ütközések nélkül. Most is amilyen könnyedén Simkutya odament, felugrott és lőtt. Igen, pont ez kellene, hogy ilyen sima átlövéseket ne kapjon a csapat. A kapus se segítik így, és tényleg így nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Azt gondolom, hogy most a védekezés állt meg egy kicsit, de ha jól látom, Cifra már melegít is, úgyhogy lesz benne csere. Obrovnikova döntötte föl Szucsánszkit. Sacl befut. Szucsánszky. Gól! Hú, éppen egy kicsi hely volt, de ott pont befért a labda. Az pont elég. Így van. Ez pedig orosz szabad dobás. Gábor sárga lapot kap. Davidenko. Porschenko. Simkutyé. Manaharová. Tomášević. Pena felgyorsít, le a szélre, Sacl kapufa! Haj, de nagy kár ezért most! Borsenko, Ilina, Manaharová, az mi? Semmi, csak egy sima szabad dobás. Hát, itt van még egyszer, ez... Én azt gondolom, hogy lehetett volna belemenés is talán. Hát igen, nem volt teljesen szembe, nem. De egyértelműen nem nyúlt hozzá, csak testtel védekezett, tehát jobban örültünk volna egy belemenésnek. Az oroszok meg ugye hetes szerettek volna. Hát az semmiképpen se volt. Davidenko. Ez most hetes, és 2 perc is lesz sajnos. Alig, hogy bejött, Cifra már ki is száll le. Igen, sajnos azt kell mondjam, hogy a védekezésünk az most nagyon nem mutat egységet, és azért ez kellene, hogy ne az egy az egyben maradjanak az orosz játékosokkal szembe, tehát sokkal többet kellene mozogni és besegíteni egymásnak. Lina 8. gólja.
hátrány. Lácsik előtt zárnak össze. Átlépünk a meccs utolsó negyedébe. Pena. Indul Zácsik, kapja. Simkute pakolt egyet oda neki. Passzívnál Szucsánszki, Zácsik, gól! Hozzáért Sedojkina, de nem baj. Zácsik ötödször. Talpról. És ember hátrányból gyakorlatilag duplán számít. Lundemár vissza is megy a kapuba. Ilina, Davidenko, Manárová. Nézett ki, hogy egy picit lassú a labda. Manárovának is öt gólja van. Óriási mérkőzés. Hát igen, erre számítottunk is, hogy azért ennek elég nagy tétje van. Szerencsére még vezetünk, de hát tényleg egy percig nem tudunk nyugodtan ülni, és szerintem ez lesz az utolsó percig is. Pena. Schatzl. Igen, Zácsikot fogja Simkuté. Falt ez nagyon kellett, mert így meg is lettünk, már egy kicsit passzív gyanús volt a játékunk, fel is tették a bírók a kezüket. Mi pedig ezzel a rossz passzal megoldjuk. Igen, meg igen. Davidenko. Simkuté. Járatják türelmesen és próbálják megkeresni a helyzetet. Simkuté megtalálta. Egál 25-25. A 25 góljukból 15-öt lőtt az Ilina Simkuté páros, és 20-at Manárovával kiegészülve ez a trió. Igen, egyértelműen. Középen egy rohadt volt nincsen. Csúsztak el mellettünk, az emberek szétbeállózhatnak az anyagokat. Annyit kéne hátul! Hátul! Visszahozta a Lundét a kapuba, jó? Tehát figyelj oda! Gyerekek, hátul nem tudunk stabilabbá válni. Marha nehéz lesz ezt megcsinálni. Pörögjünk már fel egy kicsit, jó? Gyerünk! Gyerünk! Kettő-három! Ezt ugye szóval tettük mi is, hogy nagyon könnyedén lövik a gólokat. Yes, so keep doing the same thing until they can defend it. And otherwise we'll change it. There is 12 minutes and they cannot run anymore. So if we are good in the defense, we get the fast breaks opportunities. Nobody to pass, go with your dribbling, okay? And look, and if nobody is to play, go. If we come up, we have problems. Take it easy and restart. Okay? Come on. Igen, hát azért jellemző szavaiból kiderült, hogy építenek és számítanak arra, hogy a Ferencváros esetleg elfárad az utolsó 10 perce. Szucsánszki. Elengedték. Befújta. Hát de mikor? Hát a alapvonalon álló bíró elengedte. Ő nem látta ezt szabálytalannak. Szerencsére a másik visszafújta. Szerencsénkre. Zácsik. Befut Schatzl. Pena. Zácsik. Szép csel. Hetes. És két perc. És két perc, így van. Bobrovnikova kiállított játékos. Szekercés. A Fradi első hetese a második félidőben. Szekercés eddig 4-ből 4. Ott van az ötödik is. Egyértelműen kulcsfontosságú lesz, hogy ne kapjunk gólt vagy gólokat ebbe a kétperces emberelőnybe. Itt azt gondolom, hogy azon lehet rendezni a sorokat védekezésbe, hogyha ilyenkor pozitívan jövünk ki ezekből, az nagyon jót tud tenni a csapatnak a végjátékra. Figyelni, nehogy kiállítás legyen.
Simkuté. Manaharova sprintelt be. Ilinának adja ott Simkuté. Jó védekezés. Davidenko, Ilina fölé. Nagyszerű a közönség. Labda a 27-25-höz. Ott van! Hú! Satsu ötödik gólja. Én is arra számítottam, mint az orosz védők, hogy a Pena átlövi a jobb lövőnek, de nem, ő visszakontrázta a Sácsel Nadinak szére, és ő pedig nagyon jól fejezte be a lövést. Sácselnek, Zácsiknak és Szekercésnek van 5-5 gólja. Pena 4-nél, Szucsánszki 3-nál, Szamoránszki is 4-nél. Nincs meg. Nagyon kár övék. Ezért, igen. Nem figyeltünk a befutó játékosra, és ott maradt szabadon. Manaharova 10-ből lőtt 6-ot. Tíz perc. Szucsánszki, Zácsik, szép, igen! Nem szép, gyönyörű! Óriásit játszik Szőlősi Zácsik Szandra. Ahogy a megverte Simkutét lábbal. Igen, rendre eredményes ezekből az egyezésekből, úgyhogy ez kell tőle. Remélem, hogy fizikálisan is fogja bírni ezt az utolsó 10 percet még. Manaharova. Nem. Nem baj, nem baj. Azt kell, hogy tényleg rendezzük a sorokat védekezésbe, és ugyanígy tovább, mint ahogy ez a védekezés is volt. Ilina. Davidenko. Manaharova próbált befutni, hogy meg lehessen játszani. Még ezt is visszaadják nekik. Nem baj, most már passzív, figyeljünk, hogy ne kapjunk belőle gólt. Ilina, kapufa. Benne volt egy ferencvárosi kéz. Szabad dobás, de megy az idő. Már csak 8 perc, 20 másodperc. Davidenko. Ott mi történt? Azt mondják, semmi, nem mondják. Nem mondják. 2 perc. Igen, Szekinek adtak egy 2 percet. De hát mondtuk, hogy nem lesz egy olyan másodperc, amíg ezt a meccset le nem fújják, hogy egy picit nyugodtabbak lehetünk. Elek Gábor int oda a ferencvárosi szurkolóknak, hogy tessék még egy picit hangosabban, még egy picit nagyobb erővel, és aztán mutatta a csapatnak is, hogy kell a dinamika a védekezésben. Simkuté, ott is van, Kovacic. Figyelmezteti a horvát bíró Kovacicot is, Simkutét is. Itt is látszik, hogy érződik a feszültség tényleg minden játékosban. Ilina, mondom, hogy Szeny velünk van! Igen, szerencsére ő rendre hibázik a javunkra. Szucsánszki. De ember hátrányban vagyunk. Satsl, Zácsik,
Kovacsics, Pena futott be a falba, Szucsánszki, van hely, és van egy szabad dobás még. Nem baj, ez ilyenkor nekünk dolgozik az idő, tényleg kellenek a faltok. Szená. Telik az idő. Szucsánszki. Ott nem volt hely Sacilnak. Szucsánszki, most a passzív, Zácsik. Van még egy szabad dobás. Össze kell állni a Szaninak. Zácsik kapja. Jó. Kipattan a sáncról. Ez jó, is jó. Tudom. Minden másodperc a barátunk, ami már nincs. Kovacsics íveli hátra. Petrova majdnem ellopta. Szucsánszki. Pena, lőni kell. Mindegy. Gyakorlatilag lement az ember hátránynak a jelentős része. Simkutye. Cifra szabálytalankodik, már csak 10 másodperc, és Jan Leszli most kér időt. Most kéri ki az utolsó idejét az oroszok edzője. Yes. Same combination, block here, ready to go outside with the ball. Okay, same distance now to defense, because the wing will go up and make a fall. Okay, so cut to a jump like you shoot and then we have the situation. Okay. We have 10 seconds, so it's good time. After this, we go 7 against 6. Okay, another play here. And chance for Regina after this attack. Okay, come on, girls. Na, gyerekek, nem tudunk ezzel mit csinálni. El kell viselnünk. Vezetünk 2 góllal, most nem kapott gólt. Elő, hozzá kell egyet kapni, jó? Egyet kérlek, gyorsból, ne kapjál már! Játsszál! Látod, itt is passzív, ott meg innen passzív. Nem tudunk vele mit csinálni, ráadásul 3 szerzett labdát. Ezen a hőpokon tartsd meg a védekezést, jó? Nagyon fontos. Gyorsan meg fogják csinálni a tutit, tehát az Irina rá fog cselezni a hátsó középre. Tehát a Cipire, jó, Cipire kell váltanod, Szani jöjjön. Oké, okay, nézd meg, hogy helyezkedik a beálló. A beálló másik irányba helyezkedik, akkor arra akar menni. Jó? Okay. Szenny. Az utolsó 6 perc. Bobrovnyikova. Ilina. Szenny. Ele Gábor ugye azt kérte, hogy gyors gól ne legyen belőle. Szenny. Hát igen, eddig... Kiegészültünk közben, és gyors gól nem is lett, tehát jól védekezik a csapat. És már passzív. Szenny. Tomasevics. Szucsánszki azt mutatja, hogy rendben van. Reméljük, hogy tényleg rendben van. Nem tudom, Szennynek a végén egy fradi csokit, vagy valamit. Hát igen, szerencsére ő tartsa meg jó szokását, még 5 percig kell, hogy velünk legyen. Pena. Kovacsics. Pena. Mellé ment. Még mindig 28-26. Anárová. Rostovi balettbe is elkélt volna ez a mozdulat. És igen. Újra Borsenko a lyukas trikóban. Nem tudtunk cserélni védekezésbe. Úgyhogy most ez egy kicsit nehezíti a körülmény. Manárová! Hú, azt nagyon betette oda a felsőbe. Igen, azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon pontos és szép befejezés volt. A 7. gólja Julia Manárovának. 28-27. Szucsánszki. Hiszem, hogy legalább 2 gólt még lőni kell. Az a minimum. Igen. És türelmesen.
kell támadnunk, de ennek ellenére gyorsan kell járatni, gyorsabban kellene járatni a labdát. Pena. Hetes. Fú, mekkora fölháborodás van az orosz padon. Nem hiszik az oroszok, hogy büntetőt ítéltek ellenük. Szent talán ismét velünk volt, és benn volt egy kicsit. Szekercés. Minden hetes nagyon fontos volt, de ez most talán a legfontosabb. Így van, igen. Lunda vonalon marad. Gól! Szekercés Luca 6-ból 6. Igen, nagyon jól megmozgatta, és hát jó irányba lőtte. Ellenkező irányba mozdult Lunda. És heten támadnak kapus nélkül. Szeny. Tanárová. Szucsánszki csapott oda. Bobrovnyiková. Avgyeková van lent a bal szélen. 3 perc. Szeny. Hetes. Igen, hát sajnos ezt is meg lehetett fújni, mert Nadin nagyon belül volt. Szépen zárt a beálló Szennek, nem tudták megkerülni, és Nadin pedig belül állt. Ilina és Tomasevics. Húha. Mondjuk nagyon nem lepődünk már meg semmin, ha Ilina oda megy hetest lőni. 9. gólja. Most nagyon kellene góllal befejezni, azt gondolom, ezt a támadást. Pena. Ajaj, megvan, Zácsik. És Penának mutatják, hogy álljon föl, mert nem volt ebben semmi olyan, ami miatt lent kéne, hogy maradjon. A visszajátszásból azért láttuk, hogy egy kicsit érintette a nyakat meg a fejet, de én meg azt mondom, ha már lent maradt Pena, egy kicsit maradjon is, szusszanjon kettőt, mert nagyon nagy szükség van rá még itt az utolsó 2 percben. Igen, Pena marad, és egy picit sértődött ábrázattal beszélget a játékvezetővel. Sztyepanova lép ki Penára, Zácsik. Igen, kifogták emberfogással. Szamoránszki ki fog lőni, passzív van ugyanis. Zácsik. Ezért kár, hogy nem dobtuk el a labdát. Sztyepanova kapja, Pena próbál megállni előtte, hetes, és még ki is állítják Penát. Sajnos, igen. És ez azt jelenti, hogy ha valami nem történik a másik oldalon, akkor végig ember hátrányban játssza le ezt a hátralévő 1.49-et a Ferencváros. Ezért sajnos nagyon kár, a Szaninak fel kellett volna néznie, látnia, hogy passzívan és inkább eldobni a labdát, ha kell, akkor a kapu fölé vagy valahova nagyon messzire, mert így nagyon gyorsan tudtak jönni kontrával. Simkuteki egyenlít, 29-29. Tomasevic visszaáll. Elek Gábor pedig leteszi a kis zöld kártyát. Időt kér a Ferencváros. 1 perc 31 másodperccel a vége előtt. Ember hátrányban.
kezésbe egyet a szekélyét, te maradsz ott a helyeden, jó? Fegyelmezetten játszál, emberfogó van, menj ki jobb átmenőbe és fut be, jó, bárkit megfognak, menj ki barátmenőbe és fut be, jó, jobb átmenőbe. Sima futója jön csak, sima futó, hogyha nincsen emberfogás. Jó, de akkor megint az egy darab jobb kezesünk vagy bal kezesünket futatjuk be, jó? Gyerekek, nagyon keményen, gyerünk! Everybody! Everybody pick up the ball! We have 6 against 9! Okay, then we play this combination. We need to play the middle. Okay, no goals now! Come on! Karsány, come on, davaj, vegyes! Zácsik! Szucsánszki, bent van a Hornyák is, Sacl, mi lesz? Zácsik kifelé indul, Bobrovnikova rántott egyet rajta, és így kezdődik az utolsó perc. Hornyák, Zácsik, Szucsánszki, Sztyepanova csimpaszkodott bele, szabad dobás. Megy az óra. És passzív már. Szucsánszki, kapufa, de megvan a kipattanó. Nagyon jó. Hornyákhoz kerül. Igen, de el kell kezdenünk kapu felé menni, mert ismét fel fogják tenni passzívra a kezüket a bíró. Szucsánszki, Zácsik. 25 másodperc. Itt van még egy esély. Szucsánszkival szemben egy szabálytalanság. 15 másodperc, 29-29, elképesztő izgalmak, abszolút méltó az egész mérkőzéshez. Zácsik, leszedi őt Slivinskaja, 3 másodperc. Álljunk már oda. Szucsánszki lő, ez a vége, döntetlen. Igen, sajnálom, hogy nem néztünk föl korábban, hogy mennyi volt, mert össze kellett volna állni a Szaninak, az lett volna még egy esély tényleg, és akkor talán jobban tudott volna kapura lőni. Kár ezért a mérkőzésért, meg ezért az egy pontért nagyon kár, azt gondolom. Elképesztő meccs volt. Igen. 10-8 és 10-9 vezettek az oroszok. Onnantól kezdve végig a Ferencváros állt jobban. Egy rövid periódusban a második félidőben 3 góllal is. 22-19-nél. Lunde hergelte egy picit a ferencvárosi közönséget azzal, hogy kiintegetett nekik. Igen, sajnos kár ezért az egy pontért, csak ezt tudom, hogy kicsit csalódottak vagyunk szerintem mi is itt fönt, mert benne volt a meccsben, hogy ez legyen 2 pont, és hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Sajnos a végén vétettünk buta hibákat, és hát ennek köszönhető, hogy azt gondolom, hogy nem tudtunk igazán lendületesek lenni 60 percig, de viszont ez annak köszönhető, hogy azért egy nagyon nagy munkát igényel. Tehát az orosz falat áttörni azért az egy nem könnyű feladat. Tényleg nagyon magas fizikumú játékosokról van szó, nagyon nehéz megtalálni az ellenszeret ellenük, és ugye ott van a kapuban Lunde, aki azt gondolom, hogy ma le is kellett cserélni, nem mutatott olyan kimagasló teljesítményt. Tehát én nagyon sajnálom, meg azt látom az arcokon is, a lányokon is, hogy sajnos annak ellenére, hogy egy pontot azért szereztünk hazai pályán, de nagyon kellett volna az a másik pont is. És azért, hogy nekik mit jelent az, hogy végül is döntetlenre kihozták ezt a mérkőzést, azt abból lehetett látni, hogy egy félperces körtáncot jártak lenne a pályán. Igen, hát
ők is arra számítottak, meg amit láttunk is, hogy egy nagyon komoly csata folyt a pályán, és egy nagyon magas színvonalú mérkőzés volt, annak ellenére, hogy azért voltak hibák mindkét oldalon, azt gondolom, és azért a technikai számok azért a végére egész magas mutatókat mutatnak, annak ellenére tényleg ez egy végig egy kiélezett küzdelem volt, és hát a Fradinak lehet, hogy a vége számolásban ez az egy pont nagyon fog hiányozni majd. Mindez azt jelenti, hogy a Rostov-Don már nem 100%-os a Bajnokok Ligájában, a Ferencváros pedig már nem 100%-os hazai pályán az idei BL sorozatban. Ezzel együtt a közönség szeretete árad a csapat felé. És ez nyilván nagyon-nagyon fontos a folytatás előtt. Igen, azt gondolom, hogy itt hazai pályán a közönség az mindent megtett, és nagyon jó ezt látni, hogy ilyen sok ember kilátogat tényleg, és megtöltik a Szima csarnokot is. Nagyon nagy szükség van rájuk, nagyon nagy erőt adnak a csapatnak, és a csapat azt gondolom, hát a teljesítményét ezáltal fokozza a csapat teljesítményét is. Annak ellenére, hogy voltak a mai napon hibák, azt gondolom, hogy voltak nagyon jó teljesítményeik is. Zárcsik Szandrát ki lehet emelni, akit talán átlövésgólt kevesebbet láttunk, de az egyezésekben nagyon jól muzsikált és nagyon jól szerepelt a mai nap. Azt gondolom, hogy Csacil Nadin is jó teljesített, jó százalékban értékesítette a lövéseket szélről, és Szekerc és Luca pedig nagyszerűen lőtte be a 7 métereseket. De azt hiszem, hogy a csapatot ki lehet emelni, mindenki azért hozzátette a magáét, de azért csalódottak vagyunk.